rompe y te haga con detrás de espalda. Ten život smůry vám nesvetle, zavila mi i si prime dno. Nenejdu se dne, nese já tu medle, pojď tu jen si dne. Pojď tu jednu malou karavu, strnou karavu kačarapin, tak jak se nešadá čarapin, kaď je pojď ubrým. Pojď tu jednu malou karavu, tak je vytrem kaj jabuku, tak mi říče na mom jasuku, kaď se probu. Az elmondott iskolánkban elhét folyamán valósul meg. A mai óra keretében bemutatjuk a szerb történelem, tudomány, irodalom és művészet kiemelkedő alapjait, a szerb szokásokat és néhány érdekességet is. Reméljük, bemutatunk Árnyai Kertesüket. Jó reggelt! A mai óra a kikészített beszámoló. Na lássuk át a kisorokat. Magyarországon a homlák köte után, amelyben a király belevetett, teljes káosz uralkodott. A nemesek, akiktől az ország sorsa függött, összetartás helyett egymásra kúrottak, így egy Magyarországnak egyszerre két királya is. Ebben a pillanatban bukkant fel a szerb történelem egyik legrejtelmesebb alakja is, akiről a történészeknek csak az utolsó 10 hónapjáról vannak itt jelen. Ismerősen a 18. századi barokk festő feltételezik, hogy Csúrovat született. Tanulmányait Temesváron és Ügyvéken végezte. A négy evangélista megfestésével vált ismerti, melyet Mihály Kokolovicja festett, ez a felsó a budapesti templom harangtornyában található. Az első ikont a Mokrény templomban festettem, később már Kikindán, Magyar Panizsán, Görgán és Péter Évics készített ikonosztályokat. Nálunk hozzalások ikot készített. A Prapasztrál templomban a 67 kisebb-nagyobb ikonból álló ikonosztályok van, ezek a képek nagyon sok helyen sérültek. Hogyan próbálják megőrülni? A múltban már háromszor átfestették, ezért 1966-ban leszették ezeket a rétegeket és újra restaurálták, mivel ez az egyik legrégibb ikonosztály Szerbiában. Köszönöm, de ha jól emlékszem, ti minek is az irányban kellett egy beszámolták készíteni. Megcsináltátok? Igen. Világháború idején Magyarországra menekültek. Ekkor kezdte el édesapja a magyar tanítvaként. Édesapját azonban hamarosan elhurcolják Auschwitzbe, ahonnan többet nem tér vissza. Ezek után Tesznyébe költöznek, Danilo Tirecsény, majd a Belgrádi Egyetemen volt irodalom szakos. Diplomálása után utazgatott lektorként dolgozott irodalom. Prózájában mindig visszatér a szomorú gyereksor, az elhurcolt apatián. Erről szól a Kamennyoga című regénye, melyből 2007-ben filmet is forgattak. Iván, az egykori osztrák magyar monarchia részét képező boszniai kisváros Trabni környékén született. Boszniai katolikus szülő gyermeke. 10 éves korában elveszik édesanyját, és 10 gyermekét nagynénéhez kerül a kelet-boszniai Visegrád városba. Ekkor láthatta először a határmenti városka patinás hídját, amelyet később Nobel-díjas regényében örökít meg. A Nobel-díjas regényen így írhatott életét felvehére előttünk.
A regény cselekménye a Dína partján Visegrádban játszódik. A 16. századtól a híd építésétől kezdve 1914-ig a híd felrobbantásáig ismerjük meg Szerbia és Bosznia népeinek az életét. Az évszázadok során nem vezetek váltják egymást, minden változik, csak a híd örök és alatta a folyó. Így nézett ki a díjátadás. A második világháború után Andris biztonosan ér Belgrádból, illetve rendkívül termékeny író. Regényeiben, a Dramatik Krónika, az Omírtasa és novelláiban, a boszniai életet ábrázolja az oszmán korszakban és az azt követő osztrák protekció választását. Mi a hétvégi program? Tessék, Sasson! Én is eljárt, hogy korbászkapokat minden évben Szerbia biztos, hogy hétvégén tartják meg. Szent Tamás mellett a kisfaluban Tórián. Az idei évben a muslimok bőrnyomja február 5-én, 6-án és 7-én lesz rendezve. A túriai tél 25 évvel ezelőtt még mindig szolgálják sokat tenni való tényleg. Ilyenkor a túriai emberek sokat társadalmak, mert a kárgy mellett borróból titogattak, házi korbászkapokat értelőzöttek. Az értelőzés vége vásárnyát. Kisütő a legfinomabb korbán. Bíráló bizottságot hoztak létre, így kezdődött a verseny. A következő évben már plusz jelentkező volt a különleges megmérkőzésre, amelyet a helyi belgrádi osztályban tartottak meg. Sok volt az érdeklődő, vajon ki lesz a győztes? Ettől kezdve minden évben februárban 3 okos rendezik. Én még csak egy százsináros. Én szeretem Nikolát és zavar rajta. Tényleg, én ezt már sem figyeltem. És ki volt ő, annyira ismered? Tesz a feltaláló volt, akinek a Nobel-díjasod egy értékeje a szembert áll. Sok elképzelése volt, például a szöntő ütlenek volna az áram, amelyhez még vezetékesen kellettek volna. Hát ismerős lenni valamit is. Ő képzelte el a tisztűzbe húzóban, mert eljelmük a magyar. Igen, és én még azt is hallottam, hogy mikor született. 1856. július 11-én a mai Horvátország területén. Igen, hát én is hallottam, és ő fizikus általános és villamos mérnök volt. Igen, és Grazban is tanult, ahol a Vásla árammal és a Dinamóval is foglalkozott. És még azt is hallottam, hogy később Mariborban is Prágában ment. Budapestre is ment, ahol megismerkedett Puskás Tivadarral. Most megyünk a moziból, Barán Márkó is kérni tagját. Barán Márkó gyerek szerte az 46. augusztus 24-én született Belgrádban. Szerb rendező szülei, Verita Márkovics és Oliver Márkovics. Ismert szerb színészek. Az 5. belgrádi gimnáziumot fejezte, majd a Pamuk Prágában. Több filmet kapott, és több filmet forgatott, ezért díjat is kapott, a legjelentősebb díja Ulai díja, melyet a Titó és Én című filmért kapta. 1989-ben forgatta a Találkozunk Hegy című filmet, és itt mindig szóval. Hvala vam lijepo, kume. Pa se li